Sziasztok, én Kovács Áram vagyok, és a mai epizódban megint egy kiejtéssel kapcsolatos leckét hoztam nektek. A lényeg, miért fontos az angol kiejtés? Miért kell, hogy jó legyen a kiejtésed? Kezdünk! Az angol kiejtésünk nem csak azért fontos, hogy jó legyen, hogy fölvágjunk a haverok előtt, és azt mondják, hogy jaj, de szépen beszélsz angolul, olyan szépen csavargatod azokat a diftongusokat. Vagy éppen egy kis lenéző gondolatot kapunk, és azt mondják, hogy jaj, hagyjál már, most mit vágsz föl? Á, nem kell itt ezt annyira túltolni. Angol, hagyjál már, elolvasom, most jó van. Ennél azért sokkal többről szól. Az angol kiejtés nagyon fontos számunkra, mert nagyon komoly korreláció van a között, hogy mennyit értünk, és mennyit tudunk kiejteni. Azt, amit ki tudunk ejteni, azt valószínűleg meg is fogjuk érteni. Hoztam nektek pár szót, először nézzétek meg, itt látjátok mellettem kiírva mindjárt. Az első szó ez. A második ez. A harmadik ez. Jön a negyedik, és az ötödik. Ennyi dolog, biztos, hogy sikerült kimondani ezeket a szavakat. Lássuk, hogy tényleg hogyan kell mondani. Hasonlítsd össze, hogy az a verzió, amit te mondtál, mennyire hasonlít ahhoz, amit most mondok. Please. Comfortable. Beard. House. Sheet. Az első szó a rendőrség volt, police. A helyes kiejtésben a második szótagon van a hangsúly, nem az elsőn, és az első egy schwa hang, azaz egy ö hang. Police. Police. Police officer, police station, police woman, police, police, police. Valószínűleg, ha úgy ejtetted ki, hogy police, akkor rosszul ejtetted ki. Miért fontos ez? A magyar anyanyelvedben az agyad úgy működik, hogy ahol a hangsúlyt hallod, ott van a szó eleje, hiszen minden magyar szóban az első szótagon van a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy ha ezt átülteted, ezt a logikát az angol nyelvbe, akkor te is azt fogod hinni angolul, hogy ahol a szóban hallod a hangsúlyt, ott kezdődik a szó. Mit jelent ez a hétköznapokban? Ennél a szónál például, hogy please. Tulajdonképpen a te agyad törölni fogja azt a szótagot, hogy p, és ott fogja érzékelni a szó elejét, hogy lease. És elkezdesz gondolkodni, aj, mi a fene az a lease? Lease, lease, nem tudom. Közben meg már évtizedek óta ismered ezt a szót. Egyszerűen nem hallottad meg, hogy azt a szót mondták, amit te nagyon is jól ismersz. Miért? Mert a te agyad oda tette a szó elejét, ahová nem kellett volna, és az első részét pedig törölte. Please. Miért fontos az angol kiejtés? Miért fontos a hangsúly? Pont ezért. Azért, hogy tudjuk, hogy hol van a szó eleje, és hol nincs. Hogy értsük a szavakat. Nagyon gyakran előfordulhat az, hogy ismered azt a szót, már nagyon régóta tudod azt a szót, de egyszerűen nem vetted a fáradtságot, hogy pontosan megnézd, hogy hogy kell ejteni. Úgy voltál vele, hogy én ezt meg tudom oldani. Ez egy olyan nagyképűség, amit én szerintem egy jó angol nyelvtanuló nem engedhet meg magának. Érdemes megnézni, hogy hogy kell ezt a szót kiejteni, és például hol van az a hangsúly. Nem csak a hangalakokat, hanem a hangsúlynak a helyét is. Mert az angol egy olyan nyelv, ahol a hangsúlynak a helye változhat. A magyarban nem változik, az angolban pedig mászkál a hangsúly. Néha itt van, néha ott van. Ha ezt szeretnéd megnézni, hogy hol van, akkor egyszerűen nyisd ki a szótárat, és abban a szótárban ott a fonetikus átírási jeleknél találsz egy apostrófot. Na, ott van a hangsúly, ott kell megnyomni. Please. De amikor azt a szót ejted, hogy comfortable, comfortable, akkor bizony az nem table. Ha azt mondod, hogy comfortable, akkor én bizony így azt arra fogok gondolni. És eszembe se jut, hogy te
a comfortable szót akartad mondani. Jó, nekem eszembe jut, mert én tanár vagyok, de egy anyanyelvűnek nem fog eszébe jutni. Én nekem azért fog eszembe jutni, mert ezt körülbelül 10 000-szer hallottam, de lehet, hogy többször. És egy anyanyelvű viszont nem fogja érteni, amikor azt mondod, hogy comfortable, így ne esd. Esd úgy, hogy comfortable. 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 I feel comfortable in this room. I don't feel comfortable in this situation. I'm uncomfortable. Are you feeling comfortable? Yes, I feel comfortable now. Comfortable. Az angol beard, so a bird, szóval fog összekeveredni. Beard, bird. Beard, bird. A man with a bird stepped into the room. What? A man with a bird stepped into the room. Really? A man with a bird. A man with a beard. Egyszerűen félreértik. Tehát miért kell helyesen kiejteni ezt a szót? Mert két szó nagyon közel állhat egymáshoz. A bird meg a beard nagyon könnyen összekeverhető. Vedd a fáradtságot, hogy kinyisd azt a szótárat, és egyszer megnézd, hogy hogy kell ejteni. De manapság nagyon jó applikációk is vannak, amiben letölthető szótárakba, hangos szótárakba megbízható információt találsz. Egyszerűen megnézed, megnyomod a play gombot, és már is kiejti neked. Nem kell más csinálni, csak utánozni, nem kell megtanulni a nemzetközi fonetikai ABC átírási jeleit, egyszerűen csak hallgass meg, és ismételd el, utánozd. A következő szó a house volt. Feltételezem, hogy sokan úgy ejtették, hogy house, z hanggal, a z hangot belejtették. House, az nem house, hanem house, house. A house az a how is-nek a rövidítése. Képzeld el azt a kifejezést, amikor én azt mondom, how's work? És te elkezdesz azon gondolkodni, hogy miért mondta az nekem, hogy house work? Házi munka. Házi munka? Most mit akart ezzel? Házi munka. Nem ezt kérdeztem. How's work? Hogy megy a munka? Mi a helyzet a melóval? How's work? Yeah, works good. Works perfect. A housework és a house work az két különböző szó, két különböző mondat, két különböző jelentés. Megint csak ott tartunk, hogy alapvetően össze fogod keverni, és nem fogod érteni. A következő szó a sheet és a shit szavak. Azaz a hosszú i, és a rövid i hang. Gyakran az angolban az i annyira rövid, hogy e hangnak hallatszódik. Például, hogyha hallod azt, hogy ship, ship, benne van egy picit az az e hang is. Annyira rövid az i, hogy kicsit már átmegy e-be. De a hosszú i, sheet, live, leave, sheet, shit, ezek bizony komoly különbségek az angolban. Shit. Sheet. Elég vicces az, hogyha valaki például azt mondja, hogy there's shit on the bed. There's shit on the bed. There's shit on the bed. It's not good. Don't say that. Unless there is some shit on the bed. There is a sheet on the bed. There's a sheet on the bed. It's okay. Bed sheet. Sheet. Tehát nagyon nem mindegy, hogy shit vagy sheet van az ágyon. Az egyiknél azt hiszem, hogy ki kell mosni a takarót. Összefoglalva, miért fontos az angol kiejtés? Nem csak azért, mert szeretnénk szebben ejteni a szavakat, hanem azért, mert szeretnénk megérteni azt, amit az angol anyanyelvűek beszélnek. Szeretnénk, hogyha a szövegértésünk jobb lenne. Tehát nem felvágni akarunk azzal, hogyha jól akarjuk ejteni a szavakat, hanem egyszerűen a jó felfogott érdekünk az, hogy az angolba megértsük azt, amit más mond. Az egyik alapja az angol szövegértésnek a helyes kiejtés. Ha tetszett a videó, kattintsatok a feliratkozás gombra. Hamarosan újabb epizódok jönnek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!